Úr, a tisztelt képviselőtársaim, ez a nap is hosszú lesz, én azt gondolom a holnapi nap is, és ezen a héten rengeteg vitát fogunk még megvívni. Még viszonylag korán van, 9:30 múlva. Én arra kérem a képviselőtársaimat, tényleg politikai oldalaktól függetlenül, hogy őrizzék meg a nyugalmukat, és amikor arról beszélünk, hogy milyen nehéz helyzetben vagyunk. És ugye én magam is mindig megköszönöm, az egészségben dolgozok, és mindenkinek a munkáját, aki az emberek egészségének és biztonságának megőrzésére dolgozik, akkor gondoljunk arra, hogy az országgyűlés méltóságára is vigyázzunk el, és figyelnünk kell azoknak az embereknek az érzésére, akik követik az országgyűlés munkáját. És erre kérem ellenzéki, de erre kérem kormánypárti képviselőtársaimat is, na csak képviselőre én egyetértek azzal, hogy az országgyűlésnek működnie kell. Viszont nem azt jelenti az országgyűlés működése, amikor mi fölteszünk a védekezéssel kapcsolatban, a járvánnyal kapcsolatban egy kérdést, és egy 5 perces válaszból jó esetben csak 4 percig gyalázzák az ellenzéket, és 4 percig beszélnek arról, hogy mi történt 2015 az országban. Ez is azt gondolom, hogy méltatlan, és nem segíti a védekezést. Szerintem az országgyűlés megfelelő működtetése egy ilyen nehéz helyzetben, egy ilyen krízis helyzetben, hogyha megpróbáljuk egy picit félretenni a politikai sárdobálást, koncentrálunk a védekezés a konkrét problémákra, és amikor lejár, reméljük, hogy minél előbb meg tudunk küzdeni ezzel a helyzettel, akkor majd visszatérünk a politikai jellegű csatározásokra. Én erre szeretném önt is kérni, és arra, hogy próbáljon meg hatni, amennyire erre lehetősége van, például itt a hétfői napokon vagy keddi napokon az államtitkárokra, hogy próbáljanak válaszolni azokra a kérdésekre, amiket a járvány terjedésével kapcsolatban fölteszünk. És sajnos láthatunk olyat is, hogy október 2-án többször utaltam rá, a televízióban az önök egyik befolyásos államtitkára vádolt a riogatással az egyik önök által felkért szakember, aki szigorúbb korlátozó intézkedéseket kért. Én azt gondolom, hogy ezek hibás döntések, hibás lépések és hibás lépések az ellenzék részéről is akkor, azok, amikor olyan információt tesznek közé, ami nem valós. De én azt gondolom, hogy ebben mind a két oldalnak van már felelőssége, de ezeket a vitákat majd később kéne megvívni, és mindenki gyakorolja kellő önkritikát és kellő méltósága végezzük itt ebben a nehéz időszakban az országgyűlési munkánkat. Köszönöm szépen. Köszönöm, kegesztes.